A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, újra él és újra aktuális a főcímünk itt a kezdőkörben, hiszen hosszú idő után ismét itt van velünk Gajzer Tamás a stúdióban, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Gondolkoztam is rajta, hogy rögtön vezethetnéd is a műsort régi szép idők emlékére. Hiányzik is az a szék. Ugye, a sportál.hu kiváló szerkesztője, megígértettem vele, hogy cserébe majd ő is meghív minket a sportál.hu beszélgetős műsorába, ami még egy kicsit így bevezetés alatt áll, de hát szívesen adunk tanácsokat a fővárosi kollégáknak. Farkas Szilárd is, akár a magyarországi Manchester United frakció, tehát teljes létszámban itt jelen az asztalnál. Ennek örömére nem fogunk beszélni. Több tízezre mögöttünk. Kicsit elszomorodtam, mert Tomi mondta, hogy csak híres embereket hívnak oda, hát akkor ki vagyunk lőve onnan. Azért van. A lokál hívok. Szerényen megszól a jobból a híres ember a stúdióban. Borog László. Köszönöm szépen. De ki, miért kell bemutatni? Hát mindenki ismeri. Nem kell bemutatni, csak néha, hogy a vágó is tudja, vagy a adáskiadó, vagy aki kiteszi a feliratot, hogy nehogy véletlenül a két jófésült úriembert összekeverje. Szilárd egyébként frissen jön a Fodrásztól. Igen, én is kopasz vagyok, azért megmutatnám. Igen. Nektek próbálok hasonlítani, nem sikerül. Volt olyan válogatott meccs, mutatták az elnök, hogy Csányi Sándor alfelirat színművész, tehát voltak ebből azért keveredések. Igen. Hát fiúk, beszélgetünk itt az idén már arról egyébként adásban, még valamikor év elején szerintem a költségvetés elfogadása idején, emlékeim szerint itt volt Juhász László önkormányzati képviselő is, hogy valójában amikor a sport költségvetés terítékre kerül Fehérváron, akkor mennyire esett alatba, hogy itt a Bajnokok városát próbáljuk meghatározni, és hogy mennyire lehet a Bajnokok városaként apostrofálni még Székesfehérvárt. Hát most olyan sportággal kell kezdenünk az adást, amilyennel még biztos, hogy nem kezdtünk, bár beszéltünk róla. Ez pedig a röplabda, hiszen a MÁV előre újoncként bejutott a férfi extraliga döntőjébe, vagyis akár bajnokként is viheti a zászlót majd, hogyha sikerül a Kaposvár elleni döntő. Az jutott erről elsőként eszembe, hogy szerintetek mennyi idő kell ahhoz, hogy egy sportág egy városban úgy igazán gyökeret verjen, elismertesse, megszeretesse magát, bekerüljön úgy a köztudatba, hogy na megint lehet járni olyan meccsekre, ahol akár bajnok csapat is lehet. Mert szerintem a röplabda, bár tényleg itt a MÁV-nál speciál most néhány év azért szisztematikusan építkeznek, de ugye a szezon elején kevesekbe merült fel, hogy na majd a röplabdában lesz bajnoki döntőse Fehérvárnak. Hát ugye én voltam a mérkőzésen, utána... Na, életedben először rögtön magadhoz akartam a szót. Nem, kétszer voltam már röplabda meccsen életemben, ez volt a második, először Dunaújvárosba jártam, hát meg a strandon ugye mindenki játsza azért, illetve a tesi órán. Mindig is tetszett, de ugye úgy mentünk ki az évelei sajtótájékoztatóra éppen, ahol bemutatták a tímet, stb., hogy hát akkor ki kéne menni erre a röplabdára, hát menjünk persze, kimegyünk persze. És tehát nem fűztünk hozzá azért olyan nagy reményeket, hogy itt bármi is lesz, hát röplabda, oké, megnézzük, ugye újoncként az első osztályba. De én most kimentem a meccsre, és meglepődve láttam, hogy tele volt a VOK, ugye az ülőhelyek, megnyitották az egész karét, tehát körbe lehetett volna áldogálni, ott is álltak néhányan, de azért annyian még nem voltak, hogy beterítsék az egész csarnokot. Viszont a Pecsovác Peti, aki ugye a múltkori adásban itt volt a sajtós kolléga, azt mondta, hogy hát ne haragudjatok, de most még csak itt a közönség soraiba tudtok valahol helyet foglalni, állva, ülve, hogy tetszik. De hogyha ez így megy tovább, akkor éveken belül lehetséges, hogy nektek is valami sajtópályátok. Igen, lehet. Lesz, igen. Ismerünk és olyan csapatot, amelyiknek szintén nincs sajtópályája, bár elég komoly nemzetközi múltal rendelkezik. Igen, és azt akarom még csak mondani, hogy rengetegen voltak, tehát fiúk, lányok, idősebbek, fiatalabbak, kisebbek, nagyobbak, gyerekek is, és nézték a meccset és szurkoltak, és nagyon élvezhető mérkőzés volt. Úgy megy ez valószínűleg mindenhol, hogy maga a bajnoki cím, meg az, hogy egy csapat az elsőségért hajt, és ott van az élen, azért az egy jó hívószó szokott lenni. Nem gondolom, hogy magát a röplabdát ismerték meg többen, bár ezáltal majd nyilván azt is.
De nyilván azért tehát a MÁV előrének van egy utánpótlás bázisa. Tehát nyilván az önmagában hoz egy olyan létszámot, amivel már azért viszonylag jó hangulatot lehet teremteni. Ugye mindig az újaknak, az új sportágaknál mindig van egy ilyen tényleg az első osztályban, hogy na most akkor menjünk ki, nézzük meg ki az ellenfél. Tehát nyilván ez a röplabda, a Fehérvár röplabda családra vonatkozik. De én például az elődöntő kapcsán számos olyan ismerősömnél láttam posztot, a közösségi médiában, aki egyébként korábban, vagy akinél korábban nem láttam mondjuk csak focit vagy hokit, hogy most akkor mennek, vagy voltak az elődöntőn. Tehát, hogy ez ilyen szinten egy katalizátorként tud működni abban, hogy egy sportág mondjuk gyökeret tudjon verni egy városban, hiszen akkor van igazán létjogosultsága, hogyha van mögötte szurkolói bázis. Most én a fotók alapján, meg a tévéfelvételek alapján azt láttam, hogy tényleg az elődöntőben már marha sokan voltak. És igazából tényleg eddig se szerintem az elődöntőben sem volt veszíteni valója a MÁV előrinek, hát a döntőben a Finó Kaposvár ellen meg aztán pláne nem lesz, úgyhogy egy ilyen örömjátékkal még bármi is lehet. Igen, érdekes volt, mert valóban, amit Szilárd is említett, évelején volt egy sajtótájékoztató közösen a férfi-női csapatnak, és hát ott elhangzott, hogy azért a női mezőny a röplabda mondjuk európai viszonylatában sokkal erősebb, azért itt vannak nagyon jó magyar női csapatok, úgyhogy a lányoknak azért a reális cél, hogy tényleg legyen meg a bentmaradás, de a fiúk, akik pedig soha nem voltak NB1-ben, és férfi röplabda azért nem nagyon volt a városban, ők akár merészebben is tervezhetnek, ehhez egy ilyen elég maximalista edzőt találtak is Dávid Zoltán személyében. Nyilván a férfi röplabda sem feltétlenül az a szinten van, amikor Kántor Sándor vagy Mészáros Dömötör és a magyar válogatott is Európa-bajnokságon járt, a Kaposvár nagyon komoly rangot vívott ki magának. Tehát egy kicsit lehet, hogy ennél gyengébb most a színvonal, ezzel együtt nyilván ez egy óriási dolog. Lacinak említettem az adás előtti egyeztetésnél, hogy a kaposvári emlékek kapcsán őre azért számítok, hiszen neked ugye a főiskola évét ott teltek, ráadásul 90-es években tényleg brutálisan jó volt a kaposvári röplabda, gondolom vannak erre személyes emlékeid, ami azért érdekes, mert most majd Kaposvár MÁV döntő lesz. Valóban, igen, Kántor Sándor elvette a főiskolás társnőmet, két paddal ült előttem, Tóth Krisztát. Nem. Sanyi piacképesebb volt már akkor is, magasabb, erősebb és jobban keresett. És aztán a barátságunk megmaradt, amikor itthon dolgozott Újpesten, Olaszországban, Japánban meglátogatta, amikor aláírta Oszakában, tehát meccseit is nem. Hordósítani kéne róla valakinek. Laci két helyre jár, Pasra, focit nézni, meg Japánban röplabdát, ez a kettő. Nem maradtam sokáig, úgyhogy, de valóban érdekes, már akkor is kiszúrtam, tehát a sportág beágyazottsága azért jellemző most is, hogy úgy van néző, hogy nem szednek belépőt, és nagyon kevés olyan csapatsportág van, ahol úgy tudsz megtekinteni nemzetközi színvonal mérkőzéseket, hogy nincs belépőjegy. És ez valószínűleg nem véletlen, tehát, és érdekes, kim voltam én is ezen a mérkőzésen, nem voltam Fehérváron. Volt egy nemzetközi torna pár évvel ezelőtt nyáron, azt megnéztem, és erre mentem ki én, és elképesztően jó hangulat volt, és felbukkanak olyan drukkerek, itt a siker hozza magával mindig a nézőket, tehát ez ilyen, az olyan sportágakban, ahol tényleg több évtizedes hagyományok, ilyenkor szoktak mondani a divadrukker szó kifejezés, de látunk már ilyen példákat, amikor a fehérvári női kézilabdázók EHF kupát nyertek, hogy mértékű tömeg volt egy darabig, és aztán visszaszeridült az is, tehát most is visszaállt az a nézőszám. Aztán emlékszem 10 évvel ezelőtt, amikor a vízilabdázók feljutottak az élvonalba, megtelt az uszoda, tehát és aztán ők is megszeridültek gyakorlatilag az a csapat is, Dabrowski Norbert vezetésével került fel az élvonalba, játszott is egy évet, és aztán úgy eltűnt, mintha nem is lett volna. Itt a kérdés az, hogy a MÁV-ra nagyon professzionálisnak tűnik ezt a meccset, amit láttam, szervezettségben, a közönség mozgatásban. Hát kíváncsi leszek a folytatás, hogy alakul, mert bajnoki döntőt vívni azért minden évben, az nem gondolom, hogy könnyű lenne. Hát, nekem egyébként ami szimpatikus, hogy itt van a bajnoki döntőben a csapat, és még nem olvastam sehol egy cikket, hogy akkor ők csarnokot akarnának építeni, vagy ugye építetni. Tehát. Pedig egyébként vannak gondjaik, ez most... Nyilván, de hogy nem ez az első gondolat. Pedig van a gondjaik, ez most itt az adás felvétele pillanatában még nem hivatalos. Én próbáltam nyilván azonnal érdeklődni, hogy akkor hogy lesznek a meccsek. Számítunk rá, hogy televíziós közvetítés nyilván, ha így lesz, meg egyébként is megmutatjuk majd a bajnoki döntőt. Hivatalosan a MÁV előre egyébként a pálya válasz, vagy hát a kezdvezményezett a pálya előnyben lévő együttes, mivel az alapszakaszban és a középszakaszban is előrébb végzett a Kaposvárnál.
de éppen a csarnok problémák miatt úgy fog történni a dolog, nem tudom hivatalosan már egyelőre, csak így érdeklődve tudom, hogy az első mérkőzést Kaposváron fogják játszani vasárnap, ez biztos, és utána kétszer játszik majd itthon a MÁV előre, ez a terv, tehát hogy a pályaelőny úgy fog érvényesülni, hogy azért mi játszunk többször itthon, ha öt meccses lesz a sorozat, de nem a hagyományos egyszer itt, egyszer ott, és hát a VOK, ami egyébként, ahogy Szilárd is mondta, nagyon jó hangulatú tud lenni, itt Laci azt szerintem négyünk közül velem együtt, aki volt ott még olyan kosármérkőzése, 80-as évek végén a Videoton kosárlabda csapat, amikor az volt az első számú csapat Fehérváron, rendszeresen a VOK-ban játszott, brutális hangulatú meccsek voltak. Tehát ugye ott tényleg az állóhelyeken is lógtak az emberek. Jó néhány éve, hogy amikor az Alba régi sportcsarnokot újították fel, akkor játszott ott ugye az Alba igen, is. Igen, az Alba Komp első bajnok csapatának az a legendás meccse, amikor Dávid Kornél visszajött először Chicagóból, és Lance Blanks és Robert Chano volt a két légiós, és a legnagyobb bajnoki riválissal, a Honvéddal, ott játszottunk egy elképesztően nagy meccset, valóban. De én ott voltam azon a meccsen is. De most ezen mikor ütötték fel az Alba régi sportcsarnokot? 10 éve? Ugye amikor a Hosszanti oldalon is lehet, akkor is ott játszott. Károsz Ráde alatt is, a rózsaszín mezes meccsünk ott volt egyébként így például. Sose felejtem el, mikor a közszolgálati televízió munkatársai hívtak, hogy ők itt vannak a csarnok előtt, de nem tudnak bemenni. Mondom, melyik csarnok? Hát az Alba régi, de mondom, két hónapja a VOK-ban játszik a csapat. Igen, érdekes, hogy mit változott a világ. 80-as évek közepén adták át a VOK-ot, és akkor egy ultramodern csarnoknak számított, és most, amikor az Alba ott játszott ezeket a mérkőzéseit pár hónapon keresztül, annyira nehéz volt olyan feltételeket teremteni, beléptetés, kameraállások, tehát bármi, hogy ami egy predesztinál arra egy létesítményt, hogy ott valóban élvonalban mérkőzést lehessen játszani. Nagyon, nagyon szép emlékem ez a VOK-ról, amikor a Videóton ott játszott még Rosinszkék, Hegedűs Petiék, baromi jó csapat volt, és nagyon nagy meccseket, és ott történt az meg, hogy hát a játékvezetők már akkor is komoly kritikai keresztűzben voltak, és volt egy időkérés, egy olyan meccsen, ahol nagyon azt érezték a szurkolók, hogy szemetek a bírók, és mögül lemegy egy ember, akkor ilyen kötélkordon választotta csak el a nézőteret a pályától, egy szurkoló felállt mögöttem, mint a 8. sorban, előtte lévőket, bocsánat, elnézést, időkérés alatt. Szépen mindenkitől elnézést kérve lesétált, átlépett a kormodon, odalépett Szamos játékvezetőhöz, mellbe lőgte, hogy az segre ült, majd szépen visszajött, és ugyanígy elnézést kérve visszamászott a helyére, és ott betiltották a csarnokot, oda a Vidinek néhány zárt kapus meccse volt, és a mérkőzés félbe szakadt természetesen, de hogy még a szurkolói erőszak is olyan lovagias volt. Egyébként erről csak annyi, hogy Elemérrel voltunk kint operatőr kollégával forgatni, Presztel Elemérrel, és ő azt mondta, hogy akkor ő még a szárnyait bontogató operatőr volt, és hogy az a felvétel állítólag csak neki van meg, ezáltal talán nekünk is, mert ő egyből elkapta azt a pillanatot, érdekes lenne megnézni. De aztán a társai nem vallottak rá, ismerem az úriembert, aki ezt elkövette. Mindjárt gondoltuk. Csodálkoztunk volna, ha éppen őt nem ismerem. Nem, rosszul, ő ismert téged. Így. Na, de szóval egyébként vissza... még egy gondolat a MÁV előréhez, hogy egyébként, ami nekem nagyon-nagyon szimpatikus még a klubban, hogy ők nem csak a röplabdára, meg nem csak tényleg az első osztályra fókuszálnak, hanem nyilván tényleg az utánpótlás mellett ott a strandröplabda, de hogy ugye pont másfél hete rendeztek egy öreg fiúk labdarúgó tornát, nagyon komoly névsorral, tehát igen, ez most hétvégén volt. Détári Lajos, Kovács Kálmán, Egresi, Körtis, ugye Széki Attila, tehát vagy Disztő Petya, tehát nagyon sokan ott voltak, és hogy próbálnak ők is egy ilyen közösségformáló, építő egyesület lenni ebben a városban. Igen, hát MÁV előre ugye a legrégebbi Székesfehérvári Sportegyesület, és valóban most azon vannak, hogy ezt a több szakosztályos modellt visszahozzák, ami már egy kicsit így Magyarországon sem gyakori. Nyilván van egy-két gigaklub, amelyik valóban sok szakosztályt működtet. A MÁV megpróbál régieket is. Nekem mondtam Pecsú Vácz Petinek is, ugye a férfi kézilabda igazolt játékosa voltam a MÁV előrének régen, még a bitumenes Rohász Konti nemrég pályán. Nemrég felkerült az igazolásod a netre. Hogy a férfi kézilabda úgy hiányzik, de majd lesz az is szerintem. És annyit még valóban a szisztematikus építkezésről, hogy a röplabdáznak az akadémiai csapat egyébként nyert bajnokságot az előző években, tehát valóban alulról próbálják a sportágat is felépíteni. Együttműködésben egy nagyon erős vidéki műhelyel, tehát hogy van egy szisztéma, aminek a kicsúcsosodása lehet most az, hogy a csapat bejutott a bajnoki döntőbe. És még egy gondolat, szerintem ezt ti is tudjátok, hogy a röplabda egyébként, bár Magyarországon valóban ez a
ha ingyen bemennek, megnézzük kategória, a világ második legnagyobb szövetségét és legnagyobb tömegbázisát tudja maga mögött. Egy világszerte elképesztően népszerű sportágról beszélünk. Érdekes, hogy ezen a szinten, tehát például itt volt a albán ütő a kocsit, szóval szerintem világsztár kategóriája az a játékos, tehát értem, már érdemes kimenni a meccsre, utána olvastam, hogy játszott Szaúd-Arábiában, játszott Ománban, Európában is több helyen. 28 éves, elképesztően jó röplabdázó, és én egyszer-egyszer Kaposvárra visszamentem még az elmúlt években kalandvágyból, de akkor véletlenül sikerült olimpiára kijutnom, mindig megnéztem a döntőket. És döntően brazil győzelmekkel nyertek az olaszok is, és nagyon későn kezdődtek, például Görögországban, nagyon későn kezdődött a döntő, és másnap találkoztam kollégákkal, korra reggel a kajakkenu versenyen, és mondják, hogy nagyon kialvatlan vagy hosszú volt az éjszaka, mondom, sporteseményen voltam. Hol? Hát röplabda döntőn. Ki játszott? Hát a brazilok. És akkor visszakérdez a kollega, milyen brazil az, aki nem lábbal ér a labdához? Hát nem létezhet. Pedig hát nagyon jó. Szinten, és tavaly egy székesfehérvári barátom, korábbi játékvezető Kis Balázs, addig unszolt, hogy elmentünk Olaszországba, megnéztük a világ legjobb női röplabda csapatát Conegliano-ba, illetve és elmentünk a Super Finance-nek, hívják a backdöntőt, a női és a férfi backdöntő. Ezen a szinten tényleg az már elképesztő. A Fatum Nyíregyházával rendszeresen játszik ez az olasz női csapat. Tehát ahol nagyon magas szinten őzik, az elképesztően jó sportág. És ezt a már előre meccset is érdemes volt megnézni, és tényleg én is arra buzdítok mindenkit, hogy hely nem nagyon lesz, de mindenképpen nézzük meg a döntőket. Így van, annál is inkább, mert ahogy említettem, ugye szeretjük magunkat a bajnokok városaként apostrofálni, és ahhoz néha nem állt egy-egy bajnok csapat, még hogyha ennek van egy ilyen átvitt értelme is. Kicsit gyűjtögettem itt, ugye a Fehérvár Entroners megnyerte a bajnokságot, az amerikai futballligát a 2021-ben is döntőt játszott, 2019-ben. Mindent megnyert tavaly. Igen, tehát kétszeres bajnok, de azért alapvetően itt egy magyar szinten félamatőr sportágról beszélünk, ami tök jó, hogy van, meg hát nagyon magas szintre jutott el a kezdeti amatőr dobálózásból. De hogyha a klasszikus profi csapatsportokat nézzük, akkor ugye 2017-ben a kosarasok nyertek utoljára bajnoki címet a rájátszásos rendszerű bajnokságból, mert a Vidi egyébként egy évvel később 2018-ban volt utoljára bajnok. Tehát, hogy azért most már ideje lenne, hogy azt mondjuk, ezt én nem elvárásként fogalmazom meg, csak hogyha ezt a szó szerinti bajnokok városa kifejezéshez ragaszkodunk, és nem tudom, ti hogy látjátok ezt, hogy hozzátartozik-e egy ilyen szintű sportváros imidzséhez, hogy nyerjen néha egy-egy bajnoki címet. Mert például a Kazincz Barcika, akit ugye a Váv előre most legyőzött, az mondhatjuk, abban a városban az a sport, és Kaposváron sincs sokkal több, Fehérváron van elég. Kérdés, hogy attól lesz-e egy város sportváros, hogy sok csapata van, vagy attól, hogy némelyik azért nyer ezt-azt? Szerintem az a legfontosabb, hogy sokan sportoljanak, attól lesz egy város sportváros, hogy sokan járnak meccsre. Nyilván a bajnokok városa imidzséhez valóban hozzátartozik az, hogy mondjuk kupákat vagy bajnoki címeket azért évről évre nyerjünk. Nyilván tényleg baromira nem könnyű, mert nyilván a Volán egy olyan ligában játszik, ahol azért anyagilag és infrastruktúrálisan is még jelenleg ugye azért jóval előrébb jár a nagy része. Hát az előző így van, szezon. az előző szezonbeli elődöntő, de nyilván ott is lehetett látni, hogy az idei szezon ezt igazolta, hogy nem jelenti azt, hogy minden évben tudsz döntőt játszani. Ott van a kézilabda, ahol gyakorlatilag sanszod nincs bajnokságot nyerni, hogyha csak nem jön ide valamelyik komoly, mit tudom én, nyugat-európai vagy kelet-európai autógyár is aztán mondja, hogy én most akkor itt egy kézilabda fellegvárat akarok csinálni, mert Fradi meg a Győr, mert nem tudsz labdába rúgni. Kosárlabdában van sanszod, de nyilván ott is azért döntő, hogy milyen légiósokat hozol, mennyi pénzed van rá, ott is alapvetően az dominál. Hát a focinál most reméljük, hogy jövőre, tehát most ugye az a lényeg, hogy bemaradjon a csapat, és ne az legyen, hogy jövőre az NB2-es bajnoki címért kelljen küzdeni, de ott is látjuk, hogy azért a Fradi elhúzott az elmúlt években, tehát pokolian nehéz lesz. Ez jó, hogy mondod egyébként, bocsánat, hogy közbevágok, kaptam egy nagyon kedves olvasói levelet, amiben a kedves néző azt kifogásolta, hogy hát rendszeresen úgy beszélünk itt a Vidiről, mint amelyiknek jelenleg is a Ferencvárossal kellene versenyt futnia. Kellene. És hogy ezt mire alapozzuk valójában, nyilván nem rajtunk kéri ezt számon, de tényleg az a helyzet, hogy most örülünk a bentmaradásnak. De most nem menjünk el még a Vidi felé. Az jutott eszembe női kézilabda kapcsán, gondoltam, hogy Lacinak fölteszem ezt a kérdést, mint a lexikonnak, hogy ugye most már nagyon-nagyon hosszú ideje csak a Győr és a Ferencváros
nyer bajnoki címet. Ezt megelőzően ugye a Dunafer volt az, amelyik szintén tudott néhányat nyerni. Hogy mikor volt szerinted az utolsó olyan női kézilabda bajnokság, amit nem ez a három csapat nyert meg? És melyik volt? Hát nagyon régen szerintem is a Vasas nyert, nem? Ugye, a 93-ban. 30 évvel ezelőtt történt meg, hogy nem vidéki csapat, és hogy nem az említett három. Hát a 2000-es évek elején lett az AstraZeneca bejött, mint óriás szponzor, és akkor a Dunaújváros épített. A Dunaújváros elvitt mindenki Győrből, a Pálingertől kezdve, tehát tulajdonképpen ott volt hát ott a Dunafer Giga, meg a törekvései minden sportágban megjelentek. Hát volt olyan év, a Dunaújváros 5 csapat sportágban szerzett aranyérmet, ma már alig hihető. Az tényleg sportváros volt, ráadásul ugye elvittem, 1 kilométeren belül játszott az összes csapat egy sportkomplexumon belül. 1 kilométer, 500 méteren belül. Hát úgy gondolom, mondjuk megközelíthetőség szempontjából, és tehát tényleg a... Ha ott kerültél akkor. Kimen mondjuk korai délután egy foci meccsre a Dunaújvárosi szurkoló, utána átment, nézett egy röplabdát, férfiban, este meg egy hokit. Női kéziben, férfi kéziben, és este még volt egy jó hoki meccsük is, amivel szintén arattak. És ha már a kézilabdánál tartunk, azt is megnéztem, mert ugye most nagyon jó ebben a szezonban az Albafehérvár KC, áll Istennek, most éppen ötödik helyen állnak. Utoljára egyébként az ötödik hely, az 2014-ben jött össze, a mai napig az a legjobb helyezése a csapatnak. De ha már a Dunaferes kézis fénykornál tartunk, azért a 2000-es évek elején itt zsinórban 1-2-3-4-5-6 nem zsinórba, de 6 évben is negyedik lett. Tehát gyakorlatilag a negyedik legjobb magyar csapat volt a fehérvári kézilabda válogatott csapat. Itt is volt, amikor világválogatottakat igazoltunk azért, tényleg a Farkas Andreától Deli Ritán keresztül Kulcsár Anita elképesztő erejű csapat volt, és nem tudott dobogóra állni, ami azért mutatja a női kézilabda erejét. Hát nem tudom, mennyi esélyt láttok rá, hogy az idén ez az ötödik hely, ami szerintem kiemelkedő lenne, ez össze tud jönni. Itt azért visszatérve erre a Vasas győzelem, előtte volt a Spari, tehát tulajdonképpen annyira erős volt a fővárosi hegemónia, mint a férfi kosárlabdában, hogy volt a MAFC, volt a Honvéd, és aztán jöttek, először nyert 87-ben a Körmend, és aztán azóta nem is hallunk fővárosi kosárlabdáról, most igen, hiszen a Honvéd feljutott az élvonalba, de mindig kísérletek voltak, de volt a Vasas, volt a TF, tehetséges fővárosiak, nem a testnevelési főiskola. MAFC egyszer-kétszer. De az biztos, hogy vidéken a kohézió, az összetartozás, illetőleg ez a csoda még mindig Fehérváron egy 100 000-es városban, és ez a meglepő, hogy a Mávlőre ilyen magasságokba jutott, hiszen én korábban pár évvel ezelőtt azt hittem, hogy az se fog menni, hogy ez a 4 csapatsportág ilyen magasan szárnyal. Tehát én úgy gondoltam, hogy valakinek zuhanni kell, de aztán a város segítségével, az ügyes sportvezetők révén azért ezt megfelelő szinten tudták tartani. Ide jött be az amerikai futball, aztán az nem tudom mekkora szeretet hasít ki a tortából, mert viszonylag kevés meccs van, és nyilván a nézőszámok kapcsán mindenki mond valamit. Szóval nagyon sok a játékos. Ellenben 53 játékosa van egy csapatnak, elképesztő, nem látom át, és nem is nagyon a szabályokat se ismerem. Tehát mindenki elkezdett pár évvel ezelőtt divatból óriási amerikai futball szurkolni, és mindenki szakértett. Én nem gondolnám, hogy Európában lenne ennek létjogosultsága, biztos, hogy van, hiszen csinálják, csak én a hagyományos, általunk megszokott sportágat preferálom továbbra is. Hát ugye az idei évben 10 első osztályú csapata van a városnak. Elképesztő szám, tényleg, hiszen ugye ott a városról beszélünk. Vidi, férfi, vidi, női, ott a kosár, a kézi, akkor a két röplabda, az amerikai foci, a hoki, teke. Abból 2, és a teke, így van. Szuperliga. Így van, így van. És, ugye hát, és akkor még a rögbisekről ne is feledkezzünk meg, akik szintén csapatsport, és ott vannak az első osztályban. Igen. Tehát, hogy azért ez nagyon, nagyon komoly létszám, és tényleg akkor még nem beszéltünk a öttusázókról, úszókról, attétákról, stb. Na, szóval akartam egy kicsit azért a kézisekről beszélni, mert velük azért mostanában bántunk itt az elmúlt adásokban. Mindig volt, ami rosszról lehetett beszélni, és így a jóról kevesebb szó esett. Ez az ötödik helyes számomra egészen bravúrosnak tűnik. Hozzá kell tennem, hogy 4 évvel ezelőtt hetedik volt a csapat, akkor abban a középmezőnyben, amit azt gondoltuk, hogy na ez a reális helyezés, viszont utána jött 3 szezon, amikor gyakorlatilag abból 2-ben a kiesés elkerüléséért imádkoztunk, vagy hát reménykedtünk. Itt van ez az ötödik hely. Nekem meglepő fordulat, hogy közben bejelentették, hogy a vezetőedző Józsa Krisztián, aki ősfehérvárinak tekinthető, és az utánpótlásból ő maga is úgy beleerősödött a női mezőnybe, mint a játékosok. Ezt a Kisvárda egy jó szerződéssel hálálta meg, úgyhogy új vezetőedzője lesz a
Alba-Fehérvár KC-nak, ugye Horvát Roland személyében, mint hogyha ez is azt mutatja, hogy igyekezett pezsegni ez a része is a fehérvári sportéletnek. Én nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy az a nyilatkozás, hogy szakmai előrelépés Kisvárdára igazolni. Szerintem nem. Tehát ha megnézzük a tabellát, nem. Nem akarom megbántani Kisvárdát, de összehasonlítva a Fehérvárral, keletebbre van, igen, nem ismerik tehát, az ottani viszonyokat. Én emlékszem, talán elmesélhetjük, mert most már azért Delirita sem ugye vezetőedző, Claudine Mendy sincs itt. Ugye volt egy olyan szituáció, amikor Mendynek lejárt a szerződése, és ugye az akkor egyébként nagyon erős nevekből álló Kisvárda megkereste őt, és Mendynek, hogy akkor marad, nem? Végül ugye maradt, de ennek nagyon fontos része, vagy szerepet játszott abban, hogy Budapesten szólt állítólag Delirita Claudine-nak, hogy akkor figyelje, hogy mostantól mennyit kell utazni még Kisvárdáig, és aztán Kisvárdán megállította a buszt, hogy akkor tessék, Mendy, akkor szállj le, és akkor nézz körbe, hogy hova akarsz majd jönni. Nem szállt le, és maradt Fehérváron. Tehát azért én azt gondolom, hogy még... És ez József nem jó Krisztián dolog. Se szállt le akkor a buszról? Nem volt ott a buszon. De hogy, és nyilván ez még mindig nem egy jó dolog, hogy megvan ez a fajta szakadék Kelet és Nyugat-Magyarország között. Nyilván Kisvárda az ukrán határhoz ugye közel, nagyon messze Budapesttől. Tehát én nem tudom, hogy az, amikor itt vagy Fehérváron, és ez egy csodálatos város, és egyébként, hogyha akarsz még többet, vagy akár plázázni, vagy bármit csinálni, akkor vonattal 43 perc alatt vagy fönt a déli pályaudvaron, 38 perc alatt ugye Kelenföldön, 25 percre vagy Budaörstől, gyakorlatilag, ha föl akarsz menni egy koncertre, akkor egy órát fönn vagy a Paplászlóban, úgyhogy még meg Balaton, is kajáltál. Balaton-Velencei-tó és Balaton, a többi. Balaton-Velencei-tó, ezek az életkörülmények. Mondom, az, hogy szakmailag, hogy ott most tehát egy ilyen hullámzás van ott is, hogy most éppen van pénz, nincs pénz, milyen játékosokat tudnak hozni. Én annak idején nem értettem egyet, amikor például ugye kritizálták a Fradit, hogy a Kaposvárból visz játékos, hogy a fociról beszélünk, meg hátrébb áll a bajnokságban, az nem erősítés. Itt nem csak erről van szó, tehát itt a Krisztián elkezdett egy szakmai koncepciót fölépíteni, szerintem nagyon szépen látszik a keze nyoma. A Kisvárdán ezt szerintem nem lehet megcsinálni, nincsenek meg azok a gyökerek, azok a hagyományok. Akkor nagyon sok érvet nem tudunk találni, hogy miért vált egy fiatal szakember, aki ugye szakmai előmenetelre kapott lehetőséget, és jó nevet vívott ki magának egy nagyvárosban, Kisvárdához képest világvárosban. Mégis csak azt kell gondolnom, hogy a pénz miatt megy el. Hát most lehet, hogy fölvázoltak neki egy olyan koncepciót, hogy öt játékosra rámutatsz, és azt el tudjuk hozni, és akkor küzdhetsz adott esetben negyedik, ötödik helyért, de azt pontosan tudjuk, és ezt szerintem Krisztián is tudja, hogy azért ez nem mindig így működik. Nem tudom mondani, mi van a háttérben. Én, az biztos, hogy én Székesfehérvárról nagyon-nagyon sok pénzért igazolnék csak Kisvárdára. Igen. Beszéltem vele erről, ő annyit mondott, hogy valóban kihívásnak érzi, nyilván kötött egy jó szerződést, és pici gyereke van a nejével, aki szintén kézilabda szakember, azt mondta, hogy pici gyerekkel a város az nem annyira döntő év, nyugalom lesz, és letölti azt a szerződését, és nyilván ő sem ott tervezi az életét, de voltam ott meccsen, a Csarnokban, szeretik, még Bakó Botond időszakában, és én úgy gondolom, hogy hát nem kiugróan exkluzív város, az tény, de az biztos, hogy sportolóként, például annak idején Paks kapcsán is azt mondta az akkori szakvezető, hogy négy gyerekes család apaként a tökéletes hely volt a 19 ezeres Paks, óvoda, iskola minden egy helyen, fizettek, jól fizettek, sikeres csapata volt, tehát azt mondta, hogy tehát család apaként, pici gyerekkel az ember másként gondolkodik, mint 25 éves válogatott labdarúgó középpályásként, ahol tényleg Fehérvárra nem nagyon kell jobb város. Csak annyit két hozzáfűzni vele, hogy Kisvárda tényleg messze van, ugye én is voltam ott a Vidivel, tehát a semmi után kettővel, és most nem akarok senkit sem megbántani, de hát, hogy 3 órán keresztül utaztunk, és kocsival, nem is busszal, és ez az egyik. A másik az, hogy ugye, amit beszéltünk, hogy az ötödik hely az mit jelenthet, azt azért ne felejtsük el, és már egy kicsit utaltunk is rá, hogy itt női szinten is csak a Fradi és a Győr létezik, úgyhogy itt a harmadik helyért kell harcolni, és az tekinthető, ugye a Fradi és a Győr mögött az első helynek a többiek számára. Úgyhogy az ötödik hely az innen is megsüvegelendő, és Kisvárdáról sem lehet szerintem jobbat elérni, mint maximum a harmadik helyre, és másokat mondtunk vele. Nem tudom, meglátjuk. Minden esetre ebben a szezonban még mindenképpen itt szurkolunk Józsa Krisztiánnak és a csapatnak, mert valóban ez az ötödik hely. Ráadásul
tényleg több mérkőzést játszó csapatokkal szemben is pont előnye, vagy azonos meccset játszókkal. Közben egy ilyen világtérképet rajzoltam fel magamnak, hogy csak a mai adásban Horog Laci utazásai. Székesfehérvár, Paks, Oszaka, Olaszország, Kisvárda, eddig nagyjából ez van a... De ki tudja hova? Most jön a kosárlabda, ki tudja? Most kiderül, amikor Barcelonába, meg Ruzsomberokba, tényleg. Rózsahegy. Igen, ott. Korábbi istálóból alakították ki azt a csarnokot, ahol aztán Euroliga 4-es. Így kell csarnokot kérni magadnak, hogy legyen legalább egy istáló a városban. Nincs is már sok időnk, pedig még akartam több témáról is beszélni, de az a kosarasokat főleg így, hogy az adás napján ugye játssza a harmadik negyeddöntő meccsét az Alba a Kecskeméttel. Megjósoltuk itt, hogy azért ezen a párharcon tovább illene lépni. Főleg így, hogy a Kecskemétnek az egyik legjobb játékos, ugye nem áll rendelkezésre. Ezzel együtt azért nekem van hiányérzetem, nem az eredményeket tekintve, szerintem rendesen megszenvedett az Alba mind a két meccsen, az utolsó az tényleg gyakorlatilag egy labdán egy kis szerencsén múlt, és ez olyan szempontból érdekes, hogy biztos, hogy az elődöntőben nehezebb ellenfél jön. Viszont tovább tart Zubiaga varázslata, hiszen most már 9 mérkőzés óta a bajnokságban ugye nem kapott ki az Alba, a jubileumi 10-kel meg lehet az elődöntő. Szerintem meg is lesz, tehát ezt már lezárja az Alba, és akkor lehet készülni a Szolnok-Körmend párharc győztesére. Ott még ugye minimum 2 játszanak, mert... És nekünk ez lehet majd egyébként szerintem a jó, tehát ezért fontos, hogy ma nyerjünk, szerintem mondom, hogy nyer is az Alba, hogy jóval többet tudunk majd pihenni és készülni az elődöntőre, mint majd a lehetséges ellenfél. Hát az se baj, hogyha nem lesz meg ez a mérkőzés, de gyanítom, hogy meg lesz. Hogy beszélsz, az se baj, de legyen meg. Van még sanszunk, de egyébként ezért tettem hozzá, hogy gyanítom, hogy meg lesz, de az se baj, ha nem, mert olyan előnyünk van, hogy... Egyébként ez bocs, mindig nehéz, tehát 2-0-nál, mert most itt, ha... Tehát nyilván a Kecskemét úgy jön, hogy vértiszik, nehogy Isten, nyernek 2-1, otthon, akkor megint vértisznak 2-2, és akkor megint jön egy ilyen kikimecs, ugye emlékezhetünk, a 20-as covidos üres házas bajnokság volt az, hogy a Debrecen ellen vezettünk, ugye 2-0-ra? Igen, az a következő volt, mert a covidost azt félbehagyták. Ja, igen, az már vakcinás időszak volt, tudom, igen. Ott már oltottak, csak még nem lehetett meccsre menni. Szóval ne szaladjunk ennyire előre még, hogy mi lesz, hogyha vértisznak és kicsit bajba kerülünk, mert szerintem nem fogunk bajba kerülni, csak tényleg egy olyan előnnyel és egy olyan nyugalommal léphet pályára most a csapat, ami szerintem hozza azt, hogy meg lesz ez a meccs is. Így van, mindannyian ebbe bízunk. Egyébként például a tavalyi Falco elleni elődöntőnek volt ugye az a koreográfiája, hogy 2-0-ra vezetett a Falco, és jött a harmadik meccs hazai pályán, kvázi mint nálunk, és aztán ott sikerült meglepni őket, úgyhogy ide aztán megint úgy jöttek, hogy az éles innentől kezdve, és egy felejthetetlenül nem tudom szép szóval mondani, hogy elbaltázott végjátékban sikerült kikapnunk végül. De nem tudom, Laci, a teljesítményt hogy látod egyébként? Mert most már azért túl vagyunk azon, hogy az edzőváltás hozott egy frissülést, megkönnyebbültek a játékosok, kikerültek egy szigorúbb edző keze alól, de ez az a szituáció, amikor az edzőnek is most már nagyon komolyan hozzá kell tennie a csapat játékához. Úgy gondolom, ez egy döntős csapat. Azért, amikor olyan mezőny hármasod van mindhárom magyar válogatottan, mint Csomogyi, Pongó és Vojvoda, ott a nagyon nagy baj nem lehet. Hogyha háromból ketten jól játszanak, akkor az a meccs nagy valószínűsége nyerhető. Ha mind a három, akkor szerintem biztosan, a légiósak is szerintem, Diong is kezdi utolérni magát. Én annak azért nem örülök egy picit, hogy az U20-as bajnoki döntő, ahol ezúttal nem vagyunk érintettek, megakasztja ezt a sormintát, mert nagy valószínűséggel, én azt mondtam, Szolnok ellen vívjuk az elődöntőt, de én látom a körmentbe azt a lehetőséget. És hogyha nem lett volna az a kéthetes bajnoki szünet az utánpótlás döntő miatt, ott lehet, hogy ők 5 meccsből jönnek bele, amiben mi belemegyünk mondjuk 3-mal, ott lehetett van egy lélektani elény, viszont így, hogyha körben tud nyerni, ott pályaelőnnyel indulnánk. Tehát az egy óriási dolog lenne, mert ahogy a korábbi években is azért a negyedik, ötödik helyről, harmadik helyről is pályahátránnyal elmenni, úgyhogy megnyerni a bajnokságot, ott annak igenis van jelentősége. Mindent eldöntöm, mondjuk ötödik meccs, hazai szurkolótábor, tehát emlékszem a 2017-es döntőnkre. Ott azért fontos volt, hogy azt hazai pályán játszottuk. 13-asnál szintén egyébként. Igen, hát amikor bajnoki döntőben pályaelőny volt az Albánál, akkor meg is nyerte ezt a döntőt, az elveszített döntőknél volt az, hogy nem itt volt. Meglátjuk, én is nagyon bízom benne, valóban ez a furcsa lebonyolítás itt az U20-as döntő miatti szünete kicsit elvesz abból, hogy melyik csapat hány meccsből kerül bele.
De, van-e még de egyébként még, egy ilyen bajnokság, ahol az utánpótlás széria döntője mellett szól? Erre a azért nagyon sok érdekességet lehetne mondani. De maradjunk annyiban, hogy ha már a Röplad meg a VOK csarnok kapcsán felmerült, hogy szurkolói hangulat, én azt gondolom, hogy akár a Körmend, akár a Szolnok kerül be az elődöntőbe és játszhat az Albával, azért egészen nagy hangulatú meccsekre van kilátás. Mert ezekből a városokból szerintem fanatikusok százai fognak jönni, és akkor tényleg szét tudja repeszteni a szurkolás a csarnok falait. És akkor focizunk a hátralévő mintegy 10 percben, ami most kivételesen nem a Vidit fogja jelenteni, bár Kisvárda szépségeiről akkor újra beszélgethetnénk, hogy milyen jó lehet egy ilyen borzalmas, unalmas 0-0 után haza buszozgatni. Viszont hát vannak nekünk azért nemzetközi vonatkozásaink is, és például a Vidi kapcsán ugye az elmúlt években mindig beszéltük, hogy Dárdai Pál valójában ugye Saló Istvánnak benne volt a noteszében, a fejében, a telefonjában, a minden elképzelésében, hogy majd a Dárdai Palit egyszer idehozni, és akkor azt mondtuk, hogy hát ő nagyon mozdíthatatlannak tűnik. Most ugye harmadszor is kinevezték a Hertha edzőjének, ami az én olvasatomban egy olyan kérdést vett fel igazából, elismerve, hogy tényleg messze a legrangosabb edzői karriert futja be a magyar edzők közül vezetőedzőként, hogy vajon ambicionál-e ő ennél többet. Többször elmondtam már, hogy ő igazából így, tehát neki nem az a célja, hogy most akkor jó, csak azt mondom, hogy a szurkolóban ugyanúgy, mint egy játékos esetében az van, hogy ha már bizonyítottál magyar szinten, ha már bizonyítottál egy nemzetközi középszinten, olyan jó lenne szurkolni végre a Premier League-ben egy játékosnak, vagy a Real Madridban. Igen, csak ennek van egy... Vagy a Pali, mintha úgy lenne vele, hogy tényleg, hogy nagyon megbecsülik, nagyon szereti, marha jól érzi magát. Hát azért volt, amikor nem becsülték meg, ugye ez a Freddy Bobicsos sztori, tehát ott azért nem van hiányérzet a klub részéről, hogy hát az biztos, hogy a stresszmentes melóra vágyott volna, akkor ezt most nem vállalja el. Hát igen, de hogy egyébként ennek van szerintem egy másik oldala, egy olyan része a dolgoknak, hogy csodálatos az, hogy egy ilyen életet élhet Dárdai Pál, hogy tulajdonképpen most eldöntheti, hogy dolgozik, vagy nem dolgozik, hogy élvezi az életet. Ugye nyilván nem szabad elfelejteni, hogy azért mi meló van abban, hogy egy magyar játékos, a bármelyik játékos, tényleg stabil Bundesliga játékos legyen, válogatott legyen, hogy az mi lemondással jár. Utána nyilván jött az edzősködés, akár az utánpótlásban, akár tényleg a Hertha felnőtt csapatánál. Tehát tehát csak igen, nyilván fura ez, hogy azt mondjuk, hogy igen, ez egy óriási siker egyébként egy magyar embernek, hogy Németországban azt tudja mondani, hogy gyerekek, én most akkor nem vágyom semmire, és otthon vagyok a feleségemmel, a kiskutyámmal, figyelek a gyerekeimre. Hát vagy, hogy őt kérik fel megmenteni egy csapatot, hát nyilván az is egy óriási dolog, hogy a Hertha mindig benne bízik, hogyha éppen probléma van, és most más szót akartam én is keresni. De olvastam olyan kommentet, és érteni fogjuk, hogy a Hertha Szurgent Lajosa lett gyakorlatilag Dárdai Pál, annak idején Lajos bácsi volt, aki ahányszor a Kispest kiesés veszélybe került, előhozták valahonnan a raktárból, leporolták. Békés Csabán Pásztor József, ugye most ott ült le a kispadra, MB2-ben. Igen, és innen nézve meg azt mondom, hogy nem biztos, hogy tök oké, hogy egy Bundesliga csapatban ő egy legenda, játékosként is, edzőként is, de mi lenne, hogyha őt most azért nem tudták volna elérni, mert egyébként mondjuk éppen egy másik Bundesliga csapatnál van, vagy egy francia csapatnál, vagy de pont egy... Pont ez a sikersztori a Paliban, hogy ő neki nem kell az, hogy most Mönchengladbachban vagy Lanzban legyen mondjuk edző, hanem ő el van a saját világ, és azt az életet éli, és nem, tényleg nem az van, mint akár tényleg látjuk Löw Cica esetében, ugye, hogy Tuchellel össze vannak kötve, a gyerekeket rángatják, hova mennek, hova nem, most a család ott marad, én átmegyek máshová a kontinensen, mert most ott kaptam munkát. Ha már Löw Zsoltot emlegetted, egyébként a másik példa arra, ahol szintén föl tud merülni. Egyrészt van egy olyan olvasata, hogy szerintem nagyon jó, amikor egy szakember tudja, hogy valójában hol a helye. Tehát amikor azt mondja, hogy van egy munkám, én erre vagy, ebbe vagyok jó, ezt meg tudom csinálni, és ez Dárdai Pálra épp úgy igaz, mint Löw Zsoltra. A másik olvasata pedig, hogy például Löw Zsolt, aki a nemzetközi, az európai futball csúcs szintjén évek óta ott van segédedzőként, hogy miért nem ambicionálja, hogy legyen egy csapata. De azt hiszem, Lacival is erről már rengeteget beszéltünk Dárdai és Löw kapcsán is. Igen, Dárdai Pál kapcsán érdekes, a Köln visszamondta, és nekem azt mondta, hogy a Wolfsburgi lehetőségen elgondolkodott volna, de aztán nem voltam ott. Egyelőre. És ő azt mondta, azon elgondolkodott volna, de aztán Iko Kovácssal elkezdtek nyerni. Pár hete beszéltünk, akkor azt mondta, hogy nyáron visszamegy a Hertha utánpótlásba, és ott jól érzi magát.
mert voltak nagyon komoly olajajánlata is Kínából is, de azt mondta, hogy annál többet ér, hogy a Bence a legkisebb gyerekkel még otthon tud lenni, illetőleg látja a fiát hétvégente, ha úgy jön ki a lépés a másik fiát is látja itt Fehérváron. Hát Berlin is olyan, mint Kisvárdó, hogy kisgyerekkel el lehet viselni. És aztán meggyőzték, most meggyőzték. A Palit most biztos nem vette volna fel a telefont, én Bodog Tamást fölhívtam tegnap délután, ő fel is vette. Beszéltünk egy órát, és ő is azt mondta, hogy a Palit látja mindenki megmentőnek egyrészt. Nyilván 387 Bundesliga meccsel a háta mögött a Hertha csúcstartója, tehát minden rekordot megdöntött a klubban, és kétszer valóban jól dolgozott. És amikor másfél évvel ezelőtt elköszöntek tőle, akkor az nagyon korai volt, két meccsen vesztettek a 90. perc után óriási balszerencsé, és ez volt akkor a válasz, hogy nem játszik elég látványos futballt a csapat, de nem álltak rossz helyen. Tehát a jelenlegihez képest elképesztően jó pozíciót foglaltak el. Nem lesz könnyű dolog, de ahogy tavaly Félix Magát bentartották az osztályozón a Hamburg ellen, úgy gondolom osztályozón az a Hertha bent tud maradni. 180. Az egyenes kiesés 4 pontra van 6 forduló, az kicsit soknak tűnik. Nyilván a riválisok egyenes is mindent maradás. Elkövetnek. Igen. És osztályozó ott egy-két pont van. Szerintem a Pali ehhez ért. Tehát ehhez ért, hogy... Na de ezt akartam pont kérdezni, és bocsánat, akkor mondhatod is, hogy őt olyan edzőként ismertük meg, például a magyar válogatott élén azzal hozott újat, és azzal tette teljesen más pályára a csapatot, hogy azt mondta, hogy játsszuk azt, amire mi képesek vagyunk, játsszunk biztonságot, építsünk fel egy védelmet. Megcsinált ezt a Hertha is, de most azért másra van szükség. Itt meccseket kell nyerni. A közvetlen riválisokkal játszanak a 6 fordulóból 3 vagy 4-ben, hogyha még a Wolfsburgot is azt talán de, nem, de a Werner-t annak Pali, tekintjük. Tehát, hogy itt neki nyernie kell, itt nem lehet azt mondani, hogy gyerekek biztonságosan a 0-0-at hozzuk le, mert lehet, hogy semmire nem lesz elég. Hát itt arra kell, de mondom, a Pali szerintem ehhez ért, hogy amit te is mondasz, hogy egy stabil védekezés, tényleg egy szervezett foci, és abból építkezni kontrákra, és abból lehet, tehát hogyha nem kapsz gólt, de találsz egyet, akkor nyertél egy 0-ra, megvagy. Tehát, hogy ezzel igazából nincs probléma. A kérdés az, hogy mennyire tudja mentálisan fölrázni őket. Én láttam egy-két képet, mozdulatot ebből a tegnapi sajtótájékoztatóból, tehát érzed a Paliban az energiát, hogy ő ezt meg fogja tudni csinálni. Kommunikációval nem lesz gond. És szerintem meg fogja tudni ezt csinálni megint. Én nagyon-nagyon szurkolok neki. De ugyanaz a helyzet, mint a MÁV előrénél, hogy olyan helyzetben van most a Hertha, hogyha nem sikerül a Palinak, akkor tehát nincs veszíteni valója, tehát hogy nem fogják rajta elverni ezt a port, én azt gondolom. Ő úgy tud ebbe az egész sztoriba most belemenni, gyerekek, hát most a harmadszor hívtatok, kettőször sikerült, most harmadikra, és tényleg, tehát ez nagyon trágya a helyzet. Némi elégtétel szerintem lehet ez neki, nem olyan ember, ő nem úgy ismerem, hogy most ez foglalkoztatta, de akár Bobiccsal, akit azóta ugye szintén lapátra tettek, szemben, meg a klubban szemben is azért egy elégtétel. Viszont nem tudom például, hogy Szilárdnak is megadjuk a szót, hogy a Manchester United kispadján szívesen látná, de Dárdai Palit. Hát nagyon szívesen látnám, de most egyelőre nem kell. Bocsáss jó meg. Nekünk a Ten Hag. Igen, tehát annyi, hogy szerintem őt nyilvánvalóan tudatosan vállalta, tehát nem mondta, illetve leírták, hogy órákon keresztül beszélgettek, győzködték, de olyan szinten szerintem már tudta a választ, hogy természetesen, hogyha kell, akkor megy és várta a lehetőséget. Én is egyetértek, hogy ezt ő meg tudja csinálni, és ez kell neki, ez való neki. Jó, ott mindent ismer, és mindenkit ismer. Nyilván egy jobb ember nála nem is kellene a kispadra, és ugye sokan írják kommentbe, hogy már háromszor, illetve kétszer hülyét csináltak belőle, majd harmadszor is hülyét fognak belőle csinálni. De mi mindig ezt érezzük magyarok, hogyha egy magyar edzőt elküldenek, meg kétszer, meg de hogy azért ez benne van a fociban, tehát hogy itt azért... Ezt ő is pontosan azért tudja, igen. Tehát nagyon attól... sok edzőt rúgnak ki menet közben, meg akár jó szereplés után is leváltják, de hát itt majd a végén kiderül, hogy meg kell-e köszönni Dárdai Pál feleségének, hogy engedte, mert hogy ugye a Pali is azt mondta, hogy otthon megkérdezte, és nyilván, hogyha azt mondták volna neki, hogy nem, akkor azt mondta volna, hogy nem. Hát meg kell beszélni nyilvánvalóan, de tényleg, tehát egybefort tényleg a klub és a Pali, szóval itt biztos, hogy csak jól sülhet el a dolog, és akkor sem fognak szerintem leneheztelni, hogyha nem jön össze a bentmaradás, sőt, talán még maradhat is a másodosztályban, ezt jövő zenéje. Erről nem szivárogtak ki információk, de egész biztos, mint a Dárdai szabta a feltételeket, meggyőződésem, hogy olyan szerződést kötött, hogy a másodosztályban is maradhat, egy olyan záradékkal, hogyha x évig nem jutnak föl, de én nem gondolnám, tehát én szerintem feltétlenül bízik a bennmaradásban. Azzal együtt is a Herthát néha nem érzem elég profi klubnak. Az elnök a szurkolók közül került ki, tehát ezek Bundesligában nem nagyon jellemzőek.
aztán... Hát meg de... kinőtt melléjük az Union Berlin, amely ugye kis testvérnek indul, de szurkolói bázisa valahogy beágyazottsága és főleg európai szereplése mostanra gyakorlatilag az első számú berlini klubbá tette. Az biztos, hogy mondom, Pali, én úgy gondolom, hogy azt mondja, hogy nem maradunk benn, akkor is egy olyan projekt, hogy na, felviszem a Hertát, megteszem azt, ami jó Sluhukájnak sikerült utoljára korábban, hogy kiestek, azonnal visszajutottak, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, de a Pali ismeretében ott hirtelen nem tudom, mennyire kell rendet tenni, vagy mennyire kaotikus a helyzet, de az biztos, hogy a Bundesliga azért ahhoz elég erő bajnokság, hogy ott menthetetlenül tényleg most már nyerni kell. De jó, és egyébként hát csak egy záró gondot, hogy egyébként, ha meg kiesik a Hertha és a Pali maradhat, azzal sincs semmi baj, mert a Pali meg imád fiatalokkal dolgozni, és pont a Bundesliga 2-ben még eleve ugye most is úgy tekintenek a top klubok, a top ligák a Bundesligára, hogy egy utánpótlás nevelő bajnokság, a Bayern Münchent leszámítva, Bundesliga 2-ben meg akkor még inkább tudja fölhozni esetleg azokat a fiatalokat a Hertha utánpótlásából, vagy a környékben szétnézve, akiket aztán föl lehet építeni, ha Pali ehhez ért, tudja és szereti is, de mondom, én szerintem megoldja. Jó, hát nem jutott már időnk többre, még azt akartam mondani, hogy ha már ilyen történelmi távlatokat néztünk fejvári csapatok kapcsán, úgy utoljára 2010-ben fordult elő, hogy olyan olasz csapat játszott Bajnokok Ligája döntőt, akit nem Juventusnak hívtak, és nagyjából ma este el fog dőlni, hogy ez a sor újra megtörik, hiszen az Inter vélhetően tovább jut a Benfica ellen, és akkor garantáltan lesz olasz csapata a BL döntőben. Úgyhogy beszéltünk volna arról is, hogy az olasz futball hasonlóan a MÁV előréhez feljött újra az egypontmélységekből a csúcsra. Egy Real Madrid Nápolyt azért nagyon megnéznék. Hát meglátjuk, akkor majd jövő héten beszéljük meg azt, hogy hogyan alakultak a BL elődöntők. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a maiban, és a kedves nézőnek is a figyelmet. Hétvégén kezdődik tehát a röplabda döntő, kosárlabda elődöntő zajlik, úgyhogy bőven lesz miről beszélnünk, és lesz miért szurkolni a továbbiakban is. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.